Az idei meccs szezon változatosra sikeredett a termelők szerint. Már május elején látszott, hogy bőtermésre számíthatnak a gazdák. A felvásárlási időszak kezdetén még 150-160 forint körüli árat fizettek a feldolgozók kilónként, azonban a tavalyi évvel ellentétben a betakarítások előre haladtával az árak további zuhanására lehet majd számítani. Minőség tekintetében érte a termelőket váratlan meglepetés. Ugye április és május viszonylag aszályosra, szárazra sikeredett, ennél fogva sok helyen gond volt a gyümölcs méret növekedésével. Majd akkor, amikor már kevésbé hiányzott volna, május végén, június első dekádjában megérkeztek a legtöbb helyen igen nagy mennyiségű csapadékok, és ez a megy minőségére már nem feltétlenül hatott minden tekintetben kedvezően. A gyümölcsméretek növekedtek, tehát ilyen szempontból pozitív volt a csapadék, viszont legfőképpen az érdi bőtermő fajtánál felhigult a gyümölcshús, lazábbá, puhábbá vált a gyümölcs, hasat repett a termés, akár betakarítás után, akár befőttes üvegbe rakva, tehát konzervipari feldolgozás céljára az érdi bőtermő nem volt tökéletes. A későbbi érésű fajtáknál a Kántor Jánosi, az újfehértói fültös, debreceni bőtermű Petri. Már valamivel jobb minőséget látunk, de a sok csapadék miatt a minőség ott sem tökéletes. A megy felvásárlási ára azonban nem csak a hazai termés mennyiségétől és minőségétől függ. A tavalyi évhez képest az európai megytermelő országok még a mi termés átlagunktól is jobb termésre számítanak. A tavalyi évhez, amikor 240-260 forintos magasságokban jártak a medgyárak, képest nagyon nagy változás az, hogy most Lengyelországban is nagyon nagy termést várnak. Tavaly egy harmad termésük volt a fagykárok miatt. Szerbiában is nagy termés van, Törökországban is nagy termés van, és a németek is egy 40-50%-kal magasabb termést várnak, mint a tavalyi. Tehát ez azért jelentősen átrajzolta az idei piaci kilátásokat. Ezért nagyjából egy 150-160 forint körüli áron indult a megypiac. Ezt az árat a feldolgozóba beszállítva kell érteni, tehát a feldolgozóba beszállított tételekre. És köszönhetően annak, hogy folyamatosan nagy mennyiséget szüreteltünk érdi bőtermőből és azóta a fültös medgyekből is, az árak folyamatosan zuhannak jelenleg. A feldolgozóba beszállított árakról beszélve a 90 és 110 forint nagyságrendben járunk, tehát az árak egy 30-40%-ot zuhantak az elmúlt 3 hétben. Ennek alapvetően az oka az, hogy a tavainál egy 20%-kal nagyobb termést 30%-kal rövidebb idő alatt kell betakarítanunk, ugyanis a tavaszi nagy meleg miatt együtt érnek vagy közel érnek egymáshoz a különböző érésidői fajták, a különböző termőtájak, ezért egy sokkal rövidebb időbe szűkül bele a tavainál egy meglehetősen nagyobb termés, ami értelemszerűen túlkínálatot eredményez a piacon. A következő 2 hétben nem várható nagyobb változás a felvásárlási árak alakulásában, de Apáti Ferenc további jelentősebb csökkenése sem számít. Hozzátette, a feldolgozókba beszállított tételeknél viszont akár 20-30%-kal is alacsonyabb lehet a felvásárlóhelyeken kereskedők által meghatározott ár.